Eger alpolgármestere arról tájékoztatta sajtóközleményében a nyilvánosságot, hogy a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezetőjének leváltásával kapcsolatban kialakult anomáliák miatt a vagyonkezelő, valamint az érintett cég felügyelőbizottságaihoz fordult. Farkas Attila többek között azt szeretné tudni, miért nem sikerült végrehajtani az ügyvezetővel kapcsolatban meghozott korábbi közgyűlési döntést. Tájékoztatta az EVAT a cégek felügyelőbizottságait a kialakult helyzetről, illetve hogy január 17-én miért került kiírásra az EVAT honlapján a Városgondozás ügyvezetői pályázata. Egyúttal kérte, hogy vizsgálják meg, történt-e szabálytalanság, esetleges törvénytelenség a leváltással kapcsolatban. Megkeresésünkre Komlósi Csaba azt válaszolta, nem tud arról, hogy a Városgondozás ügyvezetőjét jogszerűtlenül akarták volna eltávolítani. Hozzátette, tudomása szerint érvényes közgyűlési és EVAT igazgatósági döntés van az ügyben, amiknek végrehajtását Juhász úr akadályozza. A felügyelőbizottsági elnök arra is utalt, hogy a 2022. december 6-ai taggyűlésen Juhász Géza nem bocsátotta szavazásra az ügyvezetői jogviszonyának felmondására vonatkozó határozati javaslatot. A megjelentek mobiltelefonjait azonban begyűjtötte, és csak ezt követően nyitotta meg a taggyűlést. Meglátása szerint a vagyonkezelő törekvéseit a Heves megyei regionális hulladékgazdálkodási társulás kisebbségi tagja, és áttételesen a polgármester is akadályozza. Hozzátette, a cégvezető kinevezésének célja, hogy az új ügyvezető kiválasztásáig folyamatos legyen a működés. Végezetül felhívta a figyelmet, hogy a felügyelőbizottság január 25-i ülésén tájékoztatást kérnek az ügyben, és természetesen, ha Farkas Attila alpolgármester úr elküldi számukra a vélelmezett jogszabálysértések konkrétumait, azokat is megtárgyalják.